vizsgálatunkból az derült ki, hogy az egyre idősebb generációk, tehát a baby boomerek és az X-generáció, ők inkább még a hagyományos médiát fogyasztják, azonban a fiatalabb generációk, főleg az E-generáció, ők már sokkal inkább online fogyasztanak bármilyen média tartalmat, és ezt észrevehető igazából a hagyományos média szolgáltatóknál is, gondolok itt a rádiókra és a televízió csatornákra. Egyre több rádiós talk műsor podcastként kezd el terjedni online, valamint ugyanez megfigyelhető a hagyományos televíziós társaságoknál is. Az internet vizsgálata közben egy roppant érdekes szempontot találtunk, hiszen a híroldalaknak vizsgáltuk meg a látogatottságát. Azt láttuk, hogy az első negyedévben, 2023-ban ugyan a baby boomerek összességében kisebb elérés produkáltak, tehát nagyjából a baby boomerek 77%-át sikerült elérni ezeknek a híroldalaknak, azonban az E-generációnál ez 90%-os elérés produkált. Egy átlag napon viszont csak nagyon töredékét tudták elérni az E-generációnak, még a baby boomereknek viszonylag magas részét volt az, aki egy átlagos napon is követte a híroldalakat. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek a híroldalak egy átlagos napon kevésbé tudják elérni a fiatalabb generációt, ők inkább csak akkor kerestek rá ezekre a híroldalakra, hogyha valamilyen esemény történik, valamire kíváncsiak.